Gyerekek, megérkeztünk. Nagyon szép helyen vagyunk. Mehetek? Megérkeztünk. Még talán rövidebb volt egy órával utak. Eszméletlen jók az utak. Volt esős rész, volt egy 15 fok a hegyekbe, de nagyon klasszak vagyunk, úgyhogy itt vagyunk. Pár kilométer is elfoglaljuk az apartmant. Ugye 6 óra 10 volt a terv, hogy indulunk. Lovaglásunk bele. De mindegy, lelovagoltunk egyebek, úgyhogy 8 lett, mire elindultunk, itt a kis csapat, vidám mindenki, szerintem jók vagyunk, és ide elérkeztünk, ez már egy nagy dolog, bukkaló, hát tiszta Mediterrán, ezt már ismerjük nagyjából ezt a részt, hát klasszálja. Rovinj alatt vagyunk Fazsanébe, innen Rovinjban olyan 10 kilométerre, Pula szintén 10 kilométer. Beszéltem a hölgyel, oké, vár minket, mondtam, 4 körül ott vagyunk. Apartman megmondtam a... Jó. Megmondtam a lányoknak, hogy a főnök én vagyok. Lehet kérni, általában teljesítem is, de... A hülye dolgokat biztos, hogy nem fogom, hogy itt majd ilyen 20 euróért megvacsorázok, meg nem tudom, hogy jöttem. Ha! 20 euróért jöttem, aha! Az majdnem mennyi pénz? Nem, szépen majd... Van kenyérke, vajacska. Mennyit? 1 euró. Napi 1 euró. Így van, meg is beszéltük. Kész. Azt se könnyen adom. Meg kellett dolgozni érte, de majd így összedobjuk szépen. Mindenünk lesz. Tervezzük a delfin látogatás este, ilyen vacsorával a hajón. Naplemente. Tervezzük a kalózhajót, azt én nagyon szeretném. Brioni-szigetek 100%, hogy átmegyünk. Így van. Éjszakai bulik, éjszakai bárok azok adottak lesznek, úgyhogy itt majd egy balos. Na, úgyhogy indulunk, apartman, aztán tovább majd látjuk, hogy mikor van.